Jó napot kívánok, sziasztok, köszöntelek benneteket, tartsatok velünk, van egy új masinánk, egy Ford Fiesta-t fogunk megnézni, 2013-as, harmadik havi darab, ez a fehér színű járgány, egy nagyon modern, jó kis 1.5-ös dízelmotor van benne, mindjárt a paramétereit itt a srácoktól lenyúlom, itt vannak a kollégáim, Feri, Peti, Concerto, sziasztok, van ott még valami, majd azt is megnézzük szerintem. Azt mondja, hogy tehát 13. harmadik hó 28-ai a Fiestánk, íme, Euro 5-ös, ez az 1.5-ös dízelmotor benne, 26. 7. hóig műszaki vizsgával rendelkezik, és 111.800 kilométeres korábban ugye műszaki, sikeres műszaki vizsgát tett ez a gép itt ugye Magyarországon. Visszadj a Concertónak, nehogy elvesszen, ezt majd megkapjátok. Nézzük meg akkor a gépnek itt a motorját. Hát kívülről sokat nem látunk, de meghallgatjuk. Íme. Nagyon finoman látjátok, egyenletesen tisztán jár a motorja, folyadékszintet ellenőriztük, és találtam benne egy 108.800 km-es 23.9. hóból egy olajcsere címkét, azt mondja, egy olajfilter, Castrol típusú olajat tettek bele, vagy márkájút. Ezt fogjátok itt látni, amikor bejöttök hozzánk, megvan éppen épp állapotban ugye a szigetelés, azt mondja, hogy van itt LED menetfény, projektoros lámpák és gödfényszóró. A szélvédő az fűthető, jön a rossz idő, majd nem sokára szükség lesz rá biztosan. Ugye elől tárcsa, hátul dobfék van, téli gumi van az autón, jó állapotban, jó mély bordázattal, úgyhogy a havon simán el tudtok majd vele közlekedni. Tolatószenzorokat látunk itt az alsó, fekete, illetve a fehér két szélén, 4 darab tolatószenzor. Az autónkban tisztaságban, nincsen leverve, ugye itt a hátulja, dönthetőek az ülései, benne van a kalaptartója. Ezt lecsukjuk, és akkor megnézzük az utasteret. Kis flomdíszítés, csili-villi állapotban az ablak szélénél. Kézzel tekerentyűzzük ugye a hátsó ablakokat. A belsőjében normális, teljesen épkézláb, szép, tiszta szövet üléshúzat van. Találunk benne elől és oldal légzsákokat a gépünkben. Azt mondja, mi van itt? Hát jön a tél, megint csak térjünk rá. Ugye ülésfűtéses a járművünk, a két első ülése, tehát jobb és a bal oldala, szép az ülésen, így szétülve. A két elektromos ablak ugye működik benne, ha minden igaz. Így mi. Másik oldalt is lehúzom. Az is működik. Beülünk, megnézzük a belsejét is. 111.840. Óraállásunk van, így néz, lehalkítottuk, és megnézzük, hogy mit lehet állítgatni rajta. Ugye a kormány az 4 irányban állítható, az autónknak megvan mind a két kulcsa, bicskás kulcs, a középkonzolon pedig találunk egy CD-t, rádió, AUX és USB csatlakozó van benne, és ugye Bluetooth-os ez a rádió, ezen kívül egy manuális klímatank benne, én ezt kipróbáltam, ez működik, ez teszi a dolgát, rendesen hűti a kocsit. A váltója 5-ös, itt az AUX és az USB csatlakozó, és ha megnézitek ezt a kis műanyag díszítő elemet, akkor csili-vili, nincs megkaristolva, nincs kifúrva, nagyon szép állapotban van, és króm díszítésű a légbeömlő, és a két darab óra egységünk. A két szélső, az szintén egy ilyen króm keretekben van foglalva, és akkor még itt is van egy kis díszítés, és könyöktámaszunk van. Na, mi az, amit nem néztünk meg? Hát ezt láttuk ugye itt a műszaki vizsga adatlapot, és akkor ezt itt még ide varázsoltuk, úgy láttam, még hozzá azt kell megnéznünk, hogy 23.9. hóban ebben az autóban 108.820 km volt, az előző évben 102, az azt megelőzőben pedig 94.000, tehát én azt gondolom, hogy ez egy teljes mértékben igazolt, garantált, kevés kilométer futású jó kis Ford Fiesta. Most pedig egy rövidet fogunk vele menni. Amit nem láttok, de én láttam, ugye beírtam, hogy fűthető ugye a szélvédője.
Oké, és na nézzük akkor, mit tud ez a kulcsocska. Mindjárt kivesszük. Leállítottam. Három gomb van rajta. Nyit, zár, meg egy csomagtér zár van benne. Ujjjj, elindult a sor. Remélj, kiasszik minden. És már gangolhatunk is. Amúgy nagyon vidáman megy ez a kis gép, nem nehéz a karosszériája, az 1.5-ös dízel takarékos, nyomatékos, gazdaságos, és ugye környezetvédelmi osztályba sorolása, mint mondottam, Euro 5-ös, tehát mondjuk rá, hogy ez egy ökoautó, már kevés csúnya dolgok jönnek ki belőle. Jobban van, nem is látszódik, mert ezek ebben az autókban, ami kijönne belőle, mert hogy ha jó, akkor igazából nem nagyon látszódik semmi, megszűri a kis szűrőkéje, és nem döblünk meg tőle olyan hamar, mint az előzőektől. Tehát itt a foltozott úton jól viselkedik, nem kopog, nem zörög, de ugye most műszakizat nem régen, ennek jónak kell lennie, és ez jó is tulajdonképpen. Nagyon szépen húz. Lehet vele majd nyugodtan egy előzésbe bele szaladni. 17 fok van kint, és lassan lemegy a nap, és mehetünk haza. Viszont nem tudok bemenni itt a telepre, úgyhogy itt, de most már egy kicsit előrébb megyünk, aztán már is megnézzük ezt a hátrameneti fokozatot, akkor már, ha ide eljutottunk, jobbra-hátra, nézzük a tükröt, a tükör fűthető különben. Állítható és fűthető elektromos szerkentyű. Na hát én azt gondolom, itt körbeértünk. Az autó teljesen rendben van, helyesen, rendesen teszi a dolgát, minden működik benne, jól felszerelt darab, és itt az M3 autóparkban, tehát Budapesten a 15. kerületben, a Szent Mihály út 90 számban, biztosan meg fogja találni a gépet. Nagyon megköszönöm nektek, ha esetleg nyomtok egy ilyet, ezt mindenféleképpen nagyon köszönjük nektek, iratkozzatok fel a csatornánkra, biztos vagyok benne, hogy találtok még nálunk hasonló jók, ilyesmi kaliberi autót, és ennek van egy tesója is, mint látjátok, egy ilyen kékszínű tesója, ő egy benzines autó különben, őt is hirdetjük, megtaláljátok ugye a weboldalunkon, keressetek rá, ő is teljesen kultúrák, szép, hasonló darab, ez benzines, ő meg dízel, hosszú távon mindenképpen jól jöhet egy ilyen autó, mert tényleg rendkívül keveset teszik, ez ilyen 4-5 literrel el fog menni. Legyetek jók, a viszontlátásra, sziasztok!